Az időjárás már alkalmas a fagylaltozásra, így a legtöbb cukrászda megnyitotta kapuit a fagyos finomságok kedvelői előtt. Ebben a győri fagyizóban számos fagylalt különlegességet készítenek, és az étel intoleranciában szenvedők vagy a diétázók is megtalálhatják a fogukra való édességet. Vannak olyan fagylaltjaink, amik teljesen tejmentesek, ezeket a fagylaltokat például mogyorótej, mandulatej, kókusztejjel készítünk, és ezek a fagylaltok cukormentesek is, és akik esetleg cukorbeteg vendégeink vannak, ezekből a fagylaltokból egy-két-három adagot elfogyasztatnak, mivel nagyon alacsony a szénhidrát tartalmuk, tehát egy adag fagyiban, egy 50 g fagyiban 4 g a szénhidrát egész pontosan. Itt nagyjából 200-250 féle receptúra közül 20 féle fagylaltot kínálnak egyszerre a fagyizóknak, melyeket folyamatosan változtatnak a szezon alatt. Mindig törekednek az újdonságokra, de a hagyományos, megszokott ízeket is megtalálhatják az édesszájúak. Mikor bejön ez az igazi nyári idő, mikor 30-35 fok van, akkor általában a savanykásabb gyümölcsöket kedvelik, tehát egy citromot, egy marakuját, vagy ezeket a savanykásabb gyümölcsök fogynak jobban fagylaltba, de persze ugyanúgy meg kell említenem a csoki vanília puncs kombinációt, ami minden egyes klasszikus fagylaltfogyasztónak úgymond azt mondhatom, hogy mindig kell lenni a pultban. Bár idén drágábban kapni a fagyit, mint tavaly, az üzlet tulajdonosa abban bízik, hogy a nyári időszakban további áremelés már nem szükséges. A tavalyi árhoz képest, hát mint minden terméknek, minden egyes alapanyagnak emelkedik az ára. Sajnos a fagyira is úgymond rá kell tenni ezt az áremelkedést. Ez egy ilyen 25-30% volt idén durván, de azt lehet mondani, hogy idénre úgymond, aki már bevásárolt, vagy bármi ilyesmi alapanyagokból, az idén tudja tartani ezt az árat. Gál Szabolcs elárulta, hogy a fagylaltok ára nem egységár, hanem az összetételétől teszik függővé. Így az alapfagylaltok ára gombóconként 400 forint körül alakul, míg a mentes és prémium kategóriába tartozó jeges finomságok plusz 10%-kal e fölött lehetnek.